Ahogyan dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató köszöntőjében elhangzott, igazán egyedi és ritka témát dolgoz fel a kiállításanyag, amely mintegy 26 kézzel készített térképrajzból áll. A kiállítást megnyitó Kovács Béláné Pető Magdolna, a Jászfényszarói Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke kiemelte, külön öröm számára, hogy Karcag, mint a Nagykunság fővárosa adott otthont a gyűjteménynek. Megtiszteltetés számunkra, hogy éppen ebben az évben, és éppen itt a Nagykunság fővárosában, azon a helyen, ahol közel 220 éve épült a karcagi Zádorhíd, ami tőlünk, mint Jászságtól nagyon távol van, de hát megragadtuk ezt a kellemes kirándulási időt, és személyesen is megkerestük, megnéztük. Erre mondjuk azt, hogy megérintett a történelem bennünket. Éppen most idős Bedekovics Lőrinc, a Jászkun 3-as kerület geodétája, nagy tudású mérnöke volt, aki közös ismerősünk, közös értékünk, hiszen a Jászságnak, Nagykunságnak, Kiskunságnak volt földmérő mérnöke. Ebben az évben évfordulós bicentenáriumi emlékévet hirdettünk, hiszen halálának 200. évfordulóját is megünnepeljük, megemlékezünk róla egy emléküléssel és az év során egy sorozat kiállítással. Néhány gondolatot szeretnék azért mondani. A mi népfőiskolai társaságunk egy civil szervezet, amely az idős Bedekovics nevet névadóként választotta. Tettük ezt akkor, 30 éve éppen, hogy megalakult a civil szervezetünk, tettük ezt akkor, amikor nem volt annyira természetes, hogy ilyen rengeteg civil szervezet működik egy-egy településen. A mi főiskolánk civil szervezet, de helyet kaptunk egy önkormányzati intézményben alkalmanként, egy parányi pici kis irodával, illetve minden képzéssel, közművelődési, kulturális programunkkal helyünk van a településen, és hát már 30 éve működünk, tehát éppen ebben az évben egy évforduló is az apropója annak, hogy idős Bedekovicsról megemlékezzünk. Horváth Gergő, a Magyar Nemzeti Levéltár Jászhegyen Szolnok vármegyei levéltárának az igazgató helyettese elismeréssel szólt a vándorkiállítás témájáról, kiemelve az adott kor technikai modernitását nélkülöző időszakot, amelyben készültek a kiállított térképek, amelyek ezáltal is emelik a térképrajzok értékét. Több mint 4 évtizedes szakmai pályafutás vette kezdetét, amelyből jelen ismereteink szerint közel 100 darab, ugye itt is bemutatott, vagy ehhez hasonló munka maradt fent. Ezek között egyébként találunk nagyon sokféle munkát, tehát megyetérképeket, határfelméréseket, pusztatérképeket, vízügyi munkákat, településrendezési terveket, és úgy gondolom, hogy ebből a felsorolásból is látszik már az, hogy neki ebben az időszakban milyen sokféle problémával kellett megküzdenie. Ugye a 18. század az a modern magyar állam megalapozásának az időszaka. Ez az az időszak, amikor az igazgatásnak a különböző szintjein megjelennek azok a már megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik ugye meghatározott szakmai szempontok szerint tudják a feladatokat ellátni. Ugye már maga Bedekovics is egy ilyen mérnök volt, azonban azt látjuk, hogy ez alatt a 40 év alatt is, amíg ő aktívan dolgozott, a feladatai azok egyre inkább bővültek, és egyre inkább növekedtek ezek a feladatok, és aztán mondhatjuk azt, hogy napjainkra már nagyon sok olyan munka, amit ő egy személyben ellátott, lényegében egy-egy önálló szakterületet is takar. Az ő munkáját nehezítette még az is, hogy a Jászkun kerület az nem egy egységes területen fekvő törvényhatóság volt. Ha majd megnézik esetleg a Jászkun kerület 1782-es térképét, akkor látni fogják, hogy borzasztó széttagolt volt. Egyes részei, egyes települései azok más megyék területébe ékelődve, mondhatjuk, a szigetszerűen helyezkedtek el. Ugye az azt jelentette a főmérnök munkája szempontjából, hogy egyes feladatainak az ellátásához bizony igen sokat kellett, hogy utazzon. Ugye
a legtávolabbi pontjait, hogyha nézzük a Jászkun kerületnek, ugye elhangzott már Jászfényszaru, az a legészaki pontja, délen ugye Kiskundorosban, ami Szeged mellett található, és Szegednek a része ma már, míg ugye nyugaton, hogy Kiskunlacháza keleten pedig itt Karcag volt a legszélső pont, de ez a mai közlekedési viszonyokat figyelembe véve is kb. 200-200 kilométeres távot takar. Ugye ebben a korszakban, itt a 18. század végén, hát itt azért az utak nem úgy haladtak, mint ahogy ma, és nem is olyan minőségű utak voltak, és nem is olyan közlekedési lehetőségek. Tehát egy-egy ilyen utazás azért bizonyos esetekben a kalandosnak, máskor azért életveszélyesnek is számított. Nem véletlen például az is, hogy aki esetleg Pestről mondjuk Debrecenbe szeretett volna ebben az időszakban utazni, az nem egyszer elkészítette például a végrendeletét is, hiszen nem tudhatta, hogy kellő biztonsággal mondjuk célhoz fog-e érni. A megnyitó beszédeket követően a megjelentek megtekintették a kiállítás anyagát.